Igazgatóasszony, igen, tisztelt herceg úr, kedves hercegasszony, az Eszterházi Erdődi Batthyány család körünkben megjelent tagjai, engedjék meg, hogy a magyar kormány nevében mindannyiukat nagy tisztelettel, megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntsem. Először is azt szeretném tisztázni a kényesízlő olvasók, a kényesízlő szakértők, történészek, művészettörténészek és családtagok szempontjából, hogy vajon a csizma hogy kerül az asztalra, hogyan kerül egy vegyes megítélésnek örvendő, legjobb esetben vegyes megítélésnek örvendő politikus Eszterházára, abból a célból, hogy egy alapos történettudományi munkát bemutasson, a Heidün ünnepet megnyissa, és a család érdemei előtt tisztelegjen. Tisztázást érdemel a kérdés már csak azért is, mert az elmúlt 24-25 esztendőben nagyon kevés alkalom volt, amikor a magyar politikai ország képviselői vették a bátorságot, vállalták a politikai kockázatot, és a magyar főnemesi családok történelmi teljesítménye előtt tisztelettek. Ebből a szempontból egy néppárt plebejus kormányának tagjaként emlékeztetem a jelenlévőket és a jelen nem lévőket is, hogy Orbán Viktor 2013. június 19-én a Fertődi kormányülés alkalmával elmondott beszédének utolsó sorában történelmi gesztust tett a magyar főnemesi családok felé, amikor azt mondta, hogy a kormányülés Fertődi Eszterházi megtartásának az indoka az az, hogy egy plebejus kormány tisztelekhessen a magyar arisztokrácia nagyszerű teljesítménye előtt. Magyarország miniszterelnöke részéről az elmúlt 25 esztendőben, a mindenkori miniszterelnökök részéről ez a mondat elmaradt azóta, amióta 1989. augusztus vége óta innen nem messze a drótfüggönyt, a vasfüggönyt szétvágva megindult a magyar rendszerváltozás. Azt hiszem, a magyar rendszerváltozásnak nagy adóssága az a morális és erkölcsi igazságszolgáltatás, ami ebben a mondatban azt hiszem, hogy benne van, ennek a mondatnak az értelme is összefoglalja ezt, márpedig az, hogy a magyar kormányoknak és a mindenkori Magyarországnak van miért tisztelegniük, és van miért az elismerésüket és a megbecsülésüket kifejezni a magyar főnemesség, a magyar arisztokrácia iránt. És itt kell megragadnom az alkalmat arra is, hogy a magyar kormány nevében őszinte részvétünket fejezzük ki, és fejezzem ki Eszterházi Pálné Otrubai Melinda hercegasszony elhunyta alkalmából, vigasztalódást kívánva a családnak.